A Real Barca kétségkívül nagy rangadó, ahogy a Pool City is, de semmi sem fogható ahhoz a lábszárvédőkön való citerázáshoz, nyújtott lábbal való tértkalácsra való bécsúszáshoz, szögletből védőhátára való felszabadításhoz, melyről felsőkapufás öngó születik. Ez a mennyei körzeti, ez a mi bajnokok ligájának, ez a futball igazi eszenciája. Aki sosem játszott a legalacsonyabb osztályban, az sosem élt igazán. A csíkmadarasi Sörtkert FC, vagy mi a nevünk, versus Kozmási Komisz egy olyan mérkőzés, amely nem másról hivatott dönteni, mint hogy ki ne legyen az utolsó helyezett a Szekeres Ligában. A körömpörködbe fulladó derbire máját csak az év mérkőzése gyanánt emlegetnek Felcsikon, holnap 14 órától kerül sor a csíkmadarasi futball mészárszékébe. Szeretettel várunk mindenkit, aki otthon nem meri kiengedni a gőzt, ezért a felesége férje helyett inkább minket szidna. Miklós Csongor, csíkmadarasi játékos. Verekedés közben kitört a fotolmeccs. Csíkmadarason vagyunk! A helyi csapat hívott meg, el sem hiszem, hogy másfél éve, amikor elindult ez a projekt, hogy azóta kimondhatom, hogy a 20. csapathoz érkeztünk. Lássuk, hogy mi fogad bennünket itt. Tartsatok velem, iratkozzatok fel, hajrá Csíkmadaras! Azt mondták a legények, itt találkozunk a korcsom előtt, egyelőre őket még nem látom, de itt van a madarasi trójai falu. Úgy lehet felismertek. Na hát, az... ha esetleg nem tudom hol a pálya, de felülök se vál, meg körbejárom a terepet madaros. Madarason lóháton, falu volt. Hol vagytok trójaiok? Olyan plakáttal várnak itt a legények, hogy el sem hiszem, tehát 20. csapat, de mindig örökkétig valami új kerül belé. Tehát sok hány volt már plakát, de így, hogy még én is rajta legyek, meghívott Csabika minden, hát na a kalappal előttig. Elérukkoltak valami újjal. Mivel az első évünk volt, ezért muszáj volt hirtelen öltözőt keresni, és egyik falutársunk volt olyan kedves, és ideadta ezt a házat, amit most nem használnak jelenleg, de nem jó lett. Jó lesz öltözőnek. Akkor ez az öltözőtök? Igen, ez az öltözőnk jelenleg, csak nem ma, mivel hogy felújítások vannak, ezért most ma az önkormányzatnak a multifunkcionális központjában leszünk. De azért itt szétnéznék most, hogyha megengedik. Gyere be! ez az öltözőnk. Ez a tiéteké? Igen, ez az öltöző. És akkor most jön a csavar, itt van a bírói öltöző. Tehát a bírók, azok a mi öltözőnkön keresztül kell jönnek, és itt öltözünk. Tehát akkor, hogyha rosszul fújtak, akkor itt egy tasnit kaptak, miközben igen, jönnek. Igen. És hogyha jól, akkor szoktunk sört adni. Itt öltöznek az ágyon? Itt öltöznek az ágyon, igen. Hát ma, van még egy pár szék. Madarason nem lennék bíró, az biztos. Itt végig menni a hazai csapaton, miután nem ítész meg nekik egy 11-est vagy valamit. Csak a vendég az ez? Ez a vendég, igen. Ez még komolyabb. Ó, hát ezeknek fűtőik is van, akkor igen, az őszi szezonban nem fagynak. És van a vízzel azért. Ti magatokkal basztatok ki, hát a vendégeknek jobb a íze, körülmény, mint a tiétek, ilyen még nem láttam. Jó vendég látok, hogy... Na, hát... Érdekes dolgok, ez a Székely Mennyei megyei. Jön a lényeg. Hát bánom, hogy felújítás alatt áll az eredeti öltözője a csapatnak, mert azért megnéztem, hogy ott az ágyakon hogy öltöznek, az tényleg az jellemzi a Székely Mennyei megyeit, de viszont egy ilyen modern helyen is tud a csapat öltözni, úgyhogy ez jó dolog, hogyha van pótlás. Nagy kontrasztban volt a kettő, de vagány. Amíg öltöződnek a fiúk, addig pedig hátranézünk a pályához. Azt kell tudni a csapatról röviden, itt amíg oda sétálunk, elmesélem, hogy most onnan jön ez a Sörkert név a csapatnak, hogy ezt a helyet, ahol vagyunk jelenleg, így nevezik, hogy Sörkert. Ilyen egyszerű.
kigondolta volna. 16-os fonalon el van a kapus, majdnem ott fokassa meg a labdát. Szó szerint a kicsipad az kicsipad, nem tudom most a hazaiba vagyok vagy a vendégbe, azt kell tudni a hátam meget lévő hálóról, hogy az azért van felszerelve, mert a labdákat igensúlyú rúgták bele az oldba a legények, pedig a két kapu arra van, de mégis ott ment ki a legtöbb labda. A pálya az meglepett engem, erősen jól néz ki. Kaszálva van, gondozva van, ezen lehet futballozni. És még a vonal is egyen. Az FK Csíkmadarasi Sörkárt, illetve a Kozmási Komisz csapata mérkőzik a mai napon itt meg. A helyiek úgy emlegetik, hogy a szezon meccse lesz, ezt avval magyarázzák, hogy Madaras csapata 13. helyenál, ugye itt a tabellán lássátok, a Kozmásiak pedig a 15-ek. Ez miatt szoros meccsre számíthatunk, számítnak ők is, és ezt már láttátok a múlt epizódban Maksán, hogy amikor mondtam ezt már többször, hogy amikor két egymáshoz közel lévő csapat nem kell elő legyen, lehet az hátul a tabella másik felén es, de ilyenkor szoros meccset vívnak egymással. Úgyhogy ahhoz képest, hogy az ősszel alakult a csapat, le a kalapokkal előttik, hogy tudtak egy ilyen pályát csinálni, sok más helyen nincsen ilyen jó pálya. Úgyhogy ezen lehet futballozni, meg lehet mutatni ki a jó. Bárki egy fát ültess helyére, más dob ki a tévét, az nem igazi érték. Vágj hülye pofát, ne legyen az a korlát, engedd ki a dühödet, ha nem utolér az őrület. Mondd mindenkinek, hogy ez vagyok én, ez vagyok én, s ez így is marad. Hoho, elég, mert leigazolnak. Ne, többet nem, mert leigazolnak ember. Ne csinálj. Tudod, Gyárik. Általában a legjobbak játszanak tízesbe. Ez itt tesít elmondható róla? Te vagy a csapatnak a legjobbja, vagy mi? Nem? Legyen ne. Akkor miért tízes? Hát, fogalmam nincs. Én azt kapom, amit adnak. Csatár vagy? Csere. Annyit kell még róla tudni, hogy van, madéfa van négy csaja. Akkor ezért a tízes. Akkor ő csavász vagy, ő Balázska. Na, egy kicsit komolyabb értéklést lássuk itt az alpolgármesterről, ott megkérdezhetem, hogy mit tippel eredményt, felkészült-e a csapatára, nagy derbire, nem-e? Hát felkészültünk. Pénteken bal volt, tegnap legény búcsú, de ahhoz képest fényhúzkó felhúztam káva. Vagy lesett meg. Minden rám, lefeküdtem. Hazahúztak. Musza a nyár, ez nem kérdés. Miért lett piros a színe a csapatnak? Vagy csak azt tetszett? A puska azt mondta, legyen piros. Piros lett. Annyi. Időközben megfejtettem, hogy még van egy kihúzó a 16-os. Na mi? Nagyobb az esély a 11-est. És igaz, jogos, annyi. Taktika. 2-0 a Darasnak. Hoddá, Katti. Akkor mi lesz? 4 legalább. Azaz. Én Kattit mondok, de többet nem igen. Főnök? 3-1. Egy jó nehéz mérkőzésen egy gólos győzelem ide. Az bőven elég, egyáltalán többet, mint az ellen. Ennyi. Bár jó levegőt kapni. Arra a Madaras. Nem akarok beszélni, de te felmész, lefújják a meccset, mert két labda lesz a pályán. Menjál, nem. Egy csak kockó lesz. Ugye? Hát de valaki azt rúgja, valaki a labda. Nálunk úgy mondják ezt, hogy mindenki jó valamire. Egyébre nem, árettentő példa. Kösz. Egészségedre. Azért nem rúgok magukat. Itt egy árettentő példát látunk? Igen. Focista alkata van-e? Nem. Fasa van mindenki. Nem, megyei focista alkata van. Az pont jó. Megyeiben is átrúgó. Róbuló középpályás. Igen. Igen. Más a statisztikákat megnézett, a csapatból a gólt kirúgja. Hát a pockos. Igen? Te vagy a gólvágó? Igen. Hány gólod van eddig? 7. Elküldte itt a csapatot melegíteni, hogy mire számíthatunk ma itt? Egy nehéz mérkőzésre számítunk. Készültünk mindenféle formában, újítottunk, ami még nem biztos, hogy tiszta a nézők számára, vagy a YouTube csatornád nézettsége számára, hogy mi egyelőre nem az eredményre hajtunk, hanem szeretnénk bevonni minél több fiatalt, minél több lelkes játékost, és majd az elvárások az elkövetkezendő időszakból várjuk majd. Úgy tudom, hogy mindenki hálja a csapatban, Madarasi mindenki. Ez is igen, fontos? Igen, szerintem egyedülállóak vagyunk. Ez volt az első kitét, mindenki Madarasi legyen. Mi állt megélni ezzel a friss, újonnan induló csapattal legás a győzelmet, amikor megszerezték? Könnyeinkkel küzdöttünk szerintem. Tehát azt figyelembe véve, hogy nem volt soha csapatunk, elképzelhetitek, hogy
mekkora élmény volt. Tehát egy győztes meccset lehozni, vagy úgy vonulni le a pályáról, hogy megnyertél egy meccset, és nem is számítottunk rá, úgyhogy... Viszont ma számítnak, és ezért tettem fel a kérdést, hogy akkor hajrá, és akkor ma lássunk egy győztes meccset. Hajrá, madaras, hajrá, sőrkert! Köszönjük szépen! Uraim, jó napot kívánok! Kívánok mindenkinek sok sikert, korszerű játék! Egy perc, csak egy... Köti a cipőjét, jó? Egy percet elő! Nem kell eldobni, bassza meg! Vagy a kezében! Jól bejön! Ne baj, te jól lesz! Rabba, Ricsi! Hát percek alatt megszerezte az Álánfél a vezetést. Ez gyors Koz másik gól volt. Kell válaszolni erre a kettővel, és akkor jó lesz. Nem ott volt a baj most, se Csongi. De Csongi nem ott volt a baj. No. Nem ott volt a baj. Hiába mondjad. Csaba Druszám az edzőbácsi ideges joggol. Hatalmas védő hibákat követnek el a hazaiak, megbosszulja magát 2-0-al menjen Kozmás, hihetetlen. Nem erre számítottak ők sem, én sem, de még így, még innen szép visszafordítani is 3-2-re nyernénk, most is bizakodó vagyok. Itt a helyünk. Na ne veszédjetek, na ne veszédjetek a kutyafaját neki. Honnan jött a télegények? Szárhegyről. Szárhegye vagytok? Nyertetek? 4-1-re. Ez komoly eredmény. Ímes középfélben 40 méterről egy fickos nagy gót lőtt a sávot. Úgyhogy úgy döntetek, hogy eljöztök ide a hát madarasi meccsre. Azért, mert itt hallottuk, hogy nagyon jó rangadók lesznek. 2-0 Kozmásnak, ha hiszitek, hanem. Biztos, hogy nem. Még én se hiszem. Komolyan, na, annyi, 2-0 Kozmás. Faut! Nandi! Nyossza meg! Te ezt bérugtad volna? Hát nem, Kristóf rúgta volna. Kristóf bérugtad volna? Kétszer. Ezt az egyet kétszer. Háá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 
Na te vezeted jelenleg a megyeiben, a Csiki körzetiben a góllevő listát, ez milyen érzés? Hát nagyon jó, csak most játszik még Domokos, és lehet, hogy elveszik ezt a címet. De a következő meccsen tudod a hiányosságokat pótolni, és tudsz gólt rúgni, nem? Hát lássuk, mennyit iszok az előtt való este.
Ne! Most zúg! Hogy ne tenni? Lőjed meg ember! Kísérjétek a kipattanottát! I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break. Ne most jó, most jó, most jó. You can fall shape, find almost anything. Oh, no, 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 no. Kisilva! Nem így csinál, ne! Ne! Vici! Go, ne! Ne Bézsán! Go! Bézsán úszint az őt festék el, ne! Vigyük egy játék megszakítása, ott van az itt helyezve, gyertek most! Vigyük be a frissítést, gyertek, si hazudjatok! A kintről a beszólásokat ne vegyétek rossz néven, mert nem úgy szánjuk. Nincs gond, nincs gond, felébredtünk, jól játszunk. Nincs gond, egy dolgot értsetek meg. Valaki érkezik a labdához, mondjuk én, vállalom. Van a fejemben valami. Igen. Van önbizalma, meg akarom csinálni, és kintről meg kiacsáltok, hogy ne oda! Másik mondja, akkor bársz, bazzeg össze, a lábam összeakad. Értsétek meg, hogy ennyi történik csak, és ezért vagyunk idegesek. Bízzatok bennünk, meg fogjuk csinálni, és meg fogjuk oldani, és kibaszottunk, meg fogjuk nyerni. Gyere! 2-1 felzárkózott Madaras, innen szerintem most megnyerik 3-2-re. Ki fog egyenlíteni Madaras, és meg fog nyárni meccset, higgyétek el nekem. És ha így van, és ha nem így van, lájkoljátok a videót. Szeretedek? Hogy? Csajó. 3-2 ide. Madarasnak a biztos. Én is ezt mondtam, senki se hisz nekem. Én elmondtam. Madarasi tetszik lenni máskülönben? Hát ha tetszik, hanem én madarasi. Hogy éli meg, hogy most már szűk egy évvel egy csapat van, újra alakult, minden? Én úgy, hogy minden meccsen itt voltam. A focit nem szeretem, a hokit imádom, de minden meccsen itt voltam. Ez a helyes. 3-2 ide volt. Köszönöm szépen, és a pálesztes. A háló, szerepíró, szóljál velem, ahogy nem az van. Hát a szívéről! Kozmás megint gólt rúgott. 3-1. A kapus a védővel nem értettem meg egymást. Csatár elment, megfejelte, átpattant a labda, bérúgta. Ennyi. Sok az arc, amiben nincs elég élet. Ne gondold túl, ez nem a végítélet. Ami mozgásban tart a féktelen élet, na én ezért élek. Nincs ami felkavar, csak egy kis elme baj. A horizontról üvöltök majd feléd. Húj a szél, meghajlik a tér. Most látok igazán beléd. Holnap is lesz, ma elengedem a pillanatot. Százszor megélem. Nem érdekel a csend, nem érdekel a zaj. Meg ez a összejelző zavar. A holnap is lesz, ma elengedem a pillanatot. Százszor megélem. Nem érdekel a csend, nem érdekel a zaj. Meg ez a összejelző. Jó. Tank, de azt mondtátok tank? Tank, úgy hívja tank. Nem találok. Gyere tank. Gyere tank! Egyenlítés lesz-e? Mona. De annyit elmondhatok, hogy a legjobb labdaszedők itt Csíkmadarason Los Angelesos pólót viselnek. De ha hájba bészek, akkor veszek egy sőt. Lefognak a bodyguard. Na, fognak le, lefin. Védlek. Nagyon örvendünk, hogy van egy ilyen csapat. Fiam is jelc, Roland. Ja. Hány? Ja, Roli. Roli az én fiam. Mit gondol, miben tudnának javulni? Miért van az, hogy most egy Kozmás elvisz innen a 3 pontot? Mit kéne csinálnak másképp? Több edzés kérés. Labdát nem tudjak levenni. Na, tehát kritizálni lehet, de játszani annál nehezebb. Így van, így van, így van. Én amit látok, a rökké a vége felé jobban lévőnek. Az elejt a rökké elvisz, ugye, nem tudom. Na hát gondoltam, ide sétálok a kicsi pad felé. Ekközben váratlanul Madaras rúgott egy gólt, úgyhogy 3-2 zárkóznak. Még van 18 perc, innen kezdődik a meccs. Lehet.
Hát ha. Azt mondod, hogy ki a gyáritnek? Ki, sima. Sima. Hogy szoktad, hogy mi a gyánkod? Egy-egy más után. Mi a gyáncs a másik? A most segíts meg Mária, de az mindenképp el kell. Már talán minden eredmény szarul a rok. A mi szemszögünk. Nyomunk, de próbáljuk, van még 15 perc. Meg lesz szerintem, minimum az egál meg lesz, azt mondom. Jó! Ezt már edek volt. Vince, a Jóistán fizesse meg, ezért szeresen jutalmazza vissza. De miért engeded el a labdát te? Mikor lesz az ebéd? Kilenc! Gyere bátran! Gyere Benzema! Hogy a faszamba tár? Más viszont a nem vagy múlva! Hát te egy szegfáj vagy barátom! Állítasd be helyet! Gyere, hogy egy sárgát nekem, de te balfasz vagy! Az 7 centig! Ha nem hiszem el, ami nem lesz, az beinted, ami lesz, az nem inted. Mert az valamit felcseréltetek. Az előbb 2 méteres volt, amit nem fújtál be, az. Szégyenletemben letenném a 200 lájk Mária lábánásom, jó? Amit kaptok. Nézd, értem, hogy bíró hiány van, de ilyen tökéletlen bondát tegyenek fel. Nem hiszem el, hogy nem látnak ennyire hely. Ára van a szed! Ára van a szed, arány! Osztom akkor időt a más. Gyertek, srácok, gyertek egy kicsit tizenöngyünk fel, gyere! Nagyon jó! Karim Benzema! Hello! Bíró! Hello! Bíró! Fartjázzunk valamit mondani! Fartjázzunk, nyugodtan, hát elő ott áll, jelzem! Adja meg a tudosat! Ezért fizetünk nektek, hogy vigyázzatok! Ezt a törpöt! Meg ő! Mit akar? Nyugodtan, nyugi van! Nyugodtan! Fejezd még a vége! Kötődjük örökké valahol! Juhú! Adam! Hova is lesz, hogy lehet, hogy a csapatunk tud, hogy most esetleg azt csinálja? Nézd a papunkat! Megértem, hogyha a másik felébe lett volna, de ott a játékos nem lehet rúgassa a labdát! Ilyen pillanat rúgszanak szemtől! Gyere, támadjuk meg! Mindenki állő van, helyedül középpontban. Kapus! Hajta! Egyik, csáó! Bravo! Jó, de jó! Az anya! Mi fújjad, Péta? No! Micsoda parázsmeccs lett itt a végre, el sem hiszem. Sikerült az egyenlítés, elindultak az indulatok, szokás szerint az edző totálison, csapat mellett, hatalmas hangulat. Végedj a Petit! Kapus! Szöglet! Peti, gyere fel! Gyere vissza! Múltkor azt nem néztem meg sem. Nem, maradj te ott! Ott a gól! Jó, basszme! Jó, bébe, onnan lőni! Szépen, fiúk, szépen! Ilyen meccset láttál. Parázs volt, a legjobb volt, az egyik legjobb meccs volt. Idáig? Esküszöm. De mi?
Jó, tízes volt a végén, élveztem. Az elejétől ilyen kettve legyen, ha hagysan a madaras, akkor meg lett volna sima. Vagy a 18 éves balt, vagy a meccset kellett volna ahhoz. Mi? Láttam még a baltek meccset. Hát meg nem érted, mert nem akkor a gólt rúgott. A gólt rúghatott. Ha nem volt szép a gól? Hát szép a gól, a maga szép volt, csak az állat egyik fele nem jó, most maskal a részek leállt, vagy hogy jó? Nem tudom. Az unokája rúgta a gólt? Igen, igen. Megvan elégedve az eredménnyel a meccse? Meg, biztos. A legjobban adnám, tetszett. No. A portjelző jelzett, amikor nem volt obszágy, akkor is a Kozmási, aki javára. No. Mit tetszett a legjobban a mai meccsben? Az összetartás. Géza, tegyük fel, hogy azt mondta, holnap főzel egy ebédet, ide kellett találni. És akkor mit tetszett főzni nekünk, Ámon? Most? Igen. Döglet húsból, figyókával lesz a vegy. Kégyókekem át. Hortobágyi palacsint, tehát pásztortőt elégkel. Igen. De tetszett nézni a meccset, nem tetszett nézni a meccset? Ahogy nem, ez nem. Örökké. Nem csak itt, meg idegenben is. De akkor mikor fogott neki? Hát 11 órakor. Meccset tudta nézni az közben, hogy egy ilyen finomat. Ráoltottam a tüzet, és néztem a meccset. Visszagyújtottam? Igen. Nem csak a csapatnak csináltak, itt a falunak? Itt a falunak is. És aki éhes az el. Nem akkor a kondér van a koszfoda. Hát itt legalább 150 embernek enni adunk, és ami megmaradt, hazavisszük. Igaz, hogy valami növendékhús, de... Valami döglött állat volt itt. Igen. Itt kapták az utat? Nem kaptuk, nem. Az állat orvos adta nekünk. Megubizsgált, és meg lehet enni. Meg volt dögölve, úgy lehetett már valami, tudod? Né, ez a nagy csont, annak számítottam, aki engolt rúg. Nem tudom, hogy kezdődött, csak a labda hezzám jött. És én mondom, árugom, hogy ima, vagy legyen vége a mérkőzésnek, vagy valami legy. Árugtam, és láttam, hogy nagyon messze elmét. Mondom már, mindegy, fordulok hátra, mondom annak mindegy, és ordítsak mindenki gól. Én nem hittem el, néztem, hogy ki, mi, és ha úgy futnak velem szépen, mondom, ilyen nincsen. Gól lett. Az ány, ilyen egyszerű. A madarasi Benzema egészség. Egészség. Én ma 34-es így nem adtam, de hála Istennek ti nem hagytak a balamat. Én külön mentek az adatban. A csapatnak a kabalája vagy? Igen. Ezt mindig megkapja a meccs legjobb. Ez most azért volt nálad, mert múlt meccset el volt? Így van. Most ki kapja meg? Most a fejét Petinek adna, a bomba nagykolé. És a labdát pedig Rolandnak szeretném adni. Minden meccsen hozz meg, megmehetesz a végazságdalmányosul. Köszönöm szépen! Ricsi, megharapkol, ott vannak. Két szép gólt lőttél. Én a két szép gólt lőttél. Mi is meg van meg a... Én csak annyit szeretném mondani, hogy elejétő, tegyük oda magunkat, elejétő, jó lesz. Az úton, ami nem indultunk, az jó, és menjünk rajta végig felemelkedni. Köszönöm szépen! Ennek öröméjű, hogy bejött az a harmadik fogadalma, hogyha ezen a meccsen sem veszítünk pontot, vagy legalábbis nem veszítünk el a meccset, akkor én, aki a pályára lépett, azzal mindenki már tegeződni akarok. Miért? Adit, hogy hát, ha nem félünk egymástól, és többet tud passzolni egymásnak. Tegeződjük, Isten értesen benne. Szeretném elmondani, hogy nálunk a csapatnál mindenki azzal foglalkozik, amihez ért. Polgármesterünket szeretném bemutatni. Péter Dávid 14-szeres short track országos bajnok, ez nem vicc? Gyűlés lesz este, arra készítem. Egy szó mint száz, sokfelé jártam a 20. csapat madaras, akinél forgatok, de ilyen sehol nem láttam, hogy a polgármester takarítsa az öltözőt, termet, akármit. Egyszer egy a csapaté mindent, és kettő pedig este nagy bejelentésre készülök, és gyomoridegen van, és készítem majd a termet. És mivel én itt nem hallom senki, és én nem leszek itt, mi ez a nagy bejelentés, megtudhatom-e? Meg súgja? Igen. Még egyszer jelöltetem magam. Á, akkor sok sikert kívánok a madarasi polgármester úrnak. Hogy érzi, meg lesz-e? Simább lesz, mint a csapatnak a mai meccse? Hát reméljük, hogy nem döntetlen lesz, most szoros lesz. Mit tetszett ez az a meccse? Hát a Peti talán az utolsó az a gól, amelyeket nem oda is akarta rúgni. Meg ilyen kacskaringóson mehet, hogy a kapus azt tudta, hogy most a szélirányítsa, vagy Peti. Nem iszok, nem iszok. Nem addig, nem nincs, hogy... Én sem. Cakra kapra. Megvárjam!
Ma meg valami már bajod, már, tehát csak így meg. Nem, hogy valami bajod legyen. Hogy szokták mondani? Isten épp esten, Dumnyezel Bukarest, meg is. Meccsen a flakonból kapjuk a pálinkát, de miután kliensek lettünk, már ugye megkínált a flakonból, most már üvegből kínál. Ez Csikmadaras, ilyen a vendég szeretet. Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük, hogy kínáljátok. Én köszönöm, de nekem nem kell, na semmi. Nem is neked osztuk. Akkor kínál? Hát csak azért legyen, amit mondod. Vigyám az angyalos, ha valaki osszam szét a falukba. Az első, ami már kül szembe vád, adod egyet, ennek. De rahonni az a tiéd. Most edzek az állésre. Most még emes vagyok. De legközelebb ötödik, amikor mész valóban videózni, ígérd meg most itt a képernyő előtt, hogy ebbe fogsz menni. Legközelebb ötödik liga, amikor mész. Kezetnél. Kezetnél. Ha nem így lesz, diszlájkold a videót. Megbeszéltük. De így lesz. De megosztom ott. De ha úgy lesz, akkor megosztod. Mindenki. Mostanában az egész videót ott megosztom akkor. Az edzőnk csinálja. Sándorban. Csabi! Köszönöm szépen! Russo! Ezt ő készíti. Tudtam, hogy a Csabik jó emberek. A biha. Nem az egész, de fele. Punitó? Csikarulunk, főzi. Csikmadarasi pár. Ne tegyétek be a videóba, ne vágjátok be, illetve vágjátok ki, mert megadóztatnak. A pócomra jó lesz. Nem akármilyen, mert hogy... Mitől mész az úton, és vezetsz. Halad, egy, vezetsz. Kettő, három. Ennyit kaptatok Kozmástól. Miklós Csungur, a Székelyföldi Jégkorong Akadémiának a sportpszichológusa, illetve a madarasi csapatnak az pszichopatája. Pszichopatája, ezt mondd ki, ez így volt. Remélem, vannak erőképkockák. A helyi csapatnak a szintén pszichológusa. Már láttam azért fél időben olyan lelkesítő szöveget nyomott le, ami csak egy pszichológus képes igen? Erre, úgyhogy igen. Úgyhogy... Szabó Pétertől vettem egy könyvet, és abban ezt nem írta. Igen. Végre létesült egy csapatotok, milyen ennek a tagja lenni. Nem egy hétköznapi ember vagy, szerintem. Most ezt vett meg tiszteltetésnek. Hétvégi ember vagyok. Na, akkor így van, köszönöm szépen. Ez egy akkora megtiszteltetés, amit most mondtam, nem is gondoltam már rá, hogy hétvégi figura vagyok pedig, de... Hó, kezdem ember az elején, hány giga van a... 40 giga van a szabad, úgyhogy mehet. Akkor lehet ereszteni. Van itt egy fontos dolog. Komám az edző, Csabi, ezért vagyok kezdő. Mert komám betesz. Ezért cserében, nem tudom, észrevettétek-e, hogy mi meccs közben mindig összeleszünk. És nagyon fontos, ez most tanító jelenleggel mondom a kedves követők, nézők, hogy hívod a követőknek? Ez nézők. Nézőknek, hogy amikor az embernek az oxigén elfogy az agyába, akkor egy olyan tudatmódosult állapotba kerül, hogy összeveszik mindenkivel, aki él, mozog, lehet. Még a komájával is. A komájával főleg. Megegyeztük Csabi komámmal, hogy mivel nekünk tényleg elég gyorsan elfogy az oxigén a fejünkbe meccs közben, ezért egymáson ventilálunk. Ezért az emberek meglepődnek, mert körülbelül olyan jelzőket használunk egymásra, hogy ezért szerintem jobb helyeken már háborúk is törtek ki. És amikor a meccs véget ér, mindenki azt is, hogy többet nem fogunk beszélgetni, de mi, mintha mise történt volna, ugye, a nagy mise, ülünk, s zajlik tovább az élet. Igen, ezt aláírom, bocsánat, hogy beleszólok. De tényleg, összevesztettek a pályán, nagyon, fél idő előtt, de az csúfolt. És utána így a meccs végén látom, hogy így Csabi menjen, és így... Az így volt, néztem, hogy féltön le, vagy miért nem meri megmondani, hogy azt a helyzetet másképp kell, mert valami nem, ez így működik, ahogy mondod. Tehát mi igazából két dolog akadályozott meg abban, hogy jó futballisták legyünk a két lábunk. És mivel ezt felfogtuk, innentől kezdve minden egyes másodperc, amit a pályán töltünk, az egy ilyen örömünnep és tényleg egy ünnepnap. És arra jutottunk, kedves komámmal régóta űzzük ezt a sportot, hogy veszekedünk, hogy nem lehet, egy komaság nem mehet itt tönkre. Ezért, amiután a nagyobbik fiát megkereszteltem 18 évvel ezelőtt, utána meg is bérmaltam, hogy a szövetségünk még erősebb legyen. Úgyhogy Csabi, hé! Messze van, de. Most a kicsi gyermeket, aki ugye 18 év után született még egy fia, azt is megkereszteltem. Na, nem azért, mert jó munkáján van, és a nagy plikkeket tudom adni, hanem a szövetség legyen erős. Mi volt a kérdés? Na, így zajlik az élet, jó érzés madarason fotballozni. Szar lehet azoknak a legényeknek, akik járnak edzésre, és én hétvégén mégis kezdő vagyok, de itt is... Úgyhogy nem jársz edzésre. Hát és nem is tudok jó focizni. De te még nem jársz edzésre egyébként? Fáj a derekam. Munka kevények, vigyázok a leányomra. Én a polgármester nagyon kell vigyázni. Hát, egy ilyen meccs után Pepsi tiszol? Azért kell, mert nekem másnap még VKT, HKT gyűlésem van, és ott jó formában kell legyen. Azt fáj, ez mit jelent? Hogy értsük mi is. VKT vagy HKT? Kérdezem a polgármesteret. Hallod-e? De én tudom, hogy mit fognak ott bejelenteni, de te nem tudod, hogy mit fognak ott bejelenteni. Hát én csak remélem, hogy tudom. Értem, hogy ha olyan jelent be, ami nekem tetszik, akkor én leszek a következő polgármester. Ha indul, akkor nem. Jó. Egy olyan kérdésem lenne, hogy igen. Madarasnak mit jelent ez a csapat? Majd egy éve létezik. Tudom, hogy 2016 körül indultak el ilyen
Zvonok magyarul. Agy tröztök, hogy kell egy csapat. Kell egy csapat. De 23 lett az az év, amire meglett az a csapat. Háló polgármesternek? Vagy nem háló, ezt már nem tudom. Polgármesternek háló? Mert hozott hálót. Ezt össze lehet elfelelni, esküször mondok képek, hogy ha elküldünk, vágjátok be a polgármester, hogy szereli a hálót. Csabival. Azért kellett ez a csapat, mert az emberek a frusztrációjukat nem tudták, hogy hol engedjék ki, és otthon a családon belüli erőszakot úgy próbáltuk megoldani, hogy ide kijönnek, és minket úgy szidnak, hallottátok, mint a bokrot, és nézzek mindenki ilyen nyugodt, bemész, eszik a finom körömpörköltet, nekem, mint vegánnak nem osztak semmit, ezeket fogom. És itt az emberek tudnak ventilálni, rajtunk levezetnek, mi is komolyan láttatok egymáson, és mindenki boldogan hazamegy, se az asszony nem bántja, se az asszony ő, és kész. És mivel a globális felmelegedésnek köszönhetően már, ugye nem tudnak hokizni a miénkek a csapatok csak fedett pályán, és itt már nem lehet jeget önteni, ezért kihoztuk ide a sörkertbe, és itt mindenki ventilálhat, és mindenki boldog lehet, bünköt lehet szidni. Az, hogy még meccseket is nyerünk, ez egy olyan bónusz, hogy az emberek nem hiszik el. Nem tudom, hiszem, hogy nem hiszik el, hogy pontokat szerzünk. Hát ez felfoghatatlan, mondjuk közben nekünk is, de ez egy másik történet. Már láttam már Ádám Martin a Csíkmadarasnál vezet le, ugye hazajött Koreából. Milyen volt a koreai kaland? Jó volt, jók a nők. Ezért mentél oda? Igen, már egyforma. Hogy érzed, hogy a koreai liga volt erősebb, vagy a székelymennyei mennyei? Szerintem a székelymennyei az... Erősebb? Azért nem tudtál ma érvényesülni, már láttuk, igen, hogy erősen küzdött. Igen, már össze rúgottak. Jaj, ott mi történt? Kaptál egy sárga lapot? Kicsit a bíróval összevesztem. De mi fele? Mi történt? Bolondul fújtak. Jó. Te ugye Paksról menték ki Koreába, de hogy Paks az nem itt van. Hogy kerültél Madarasra? Hát van nekem egy barátom, egy alpolgármester barátom, aki felajánlotta, hogy flotántot tiszta ingyen megírja Madarasra. Csak jöjjek el futballozni, de már középpályán hiány van, és kéne egy pockos, aki nem bírja a futást. Viccet félretéve, hogy látod a meccset bentről? Nekem például nem volt ez a legjobb meccsem, mert nem jöttek úgy a dolgok, ahogy kellettek volna. Az is rátett egy nagy lapáta, hogy az első 10-20 percben már 2-0-ra vezettek. Ez egy nagy nyomást ejtett a vállunkra, amit meg kellett volna fogni, hogy az első fél idő ne így alakulja. Sokkal egyszerűbb lett volna a játék, hogyha a vezetést megszerezzük. Ez volt a cél, csak nem úgy jött össze. Mi szeretünk szenvedni, ezt tudni kell minden meccsen. Az ellenfél két góllal elmegy, végre visszahozzuk, csak szeretünk szenvedni egy kicsit. Szeretünk szenvedni? Ki mond ilyen? Ádám Martinon kívül szeretünk szenvedni. Mit ad ehhez a madarasi csapathoz, vagy mit veszel el éppenséggel ez a 3-3-as eredmény? Szerintem egy csapat morálba tett volna hozzá egy igazi győzelem. És úgy tudom, hogy téd itt a helyi korcsuma, hogy ott szívesen vannak látva a csapattagok, vagy ritkán, vagy sűrűn látogassák, vagy edzések, azok ott vannak a korcsomában, vagy a pályán, vagy hol szoktak? Az edzést megtartjuk a pályán, de utána mindig ott vagyunk. Előtte is ott gyülekezünk. Mármint meccs előtt is ott gyülekezünk. Látszott, íze semmi. És Ádám Martin egy élmény volt. Hajrá Paks, hajrá Madaras, hajrá Dél-Korea. Ich ni san shi go roku nana hachi kuyu. Ez azt jelentett, hogy iratkozz fel. Megtiszteltet is, hogy megismerhettelek. Tényleg, vállaltad ezt az interjút. Mondtál nekünk komoly dolgokat. Melyik volt? Mondj egyet! Amiközben a polgármester videózott. Igen, figyeltem, mit videózott. Szóval a Csíkmadarasnak az oldalára ki leszünk rakva ketten itt most. Azt... Mi állod, nem jöttek el, mert 500-an. Ha mi? Nem? Hát azt hitték, hogy Gorbó Csabikon. Vigyázz, ma éli bemény. Ne, hogy mozog a kamerát benne. De közben nem a polgármester kell, hanem közben járjon, hogy akkor Borbó jöjjön, ne én. Na minden nekünk csak Csaba legyen. Csaba, az edző, Csaba, videós, Csaba, így van, hát ez kell ide. Maradjatok a HKT-re, és még a mi? Tanácsosnak mi tudjuk? Persze. Flotantot, ezt csinálunk. De valami ház is kéne akkor, hogy legalább. Hát egy kultúrházat építünk. Kultúrház, itt a kultúrát be lehet hozni, a szubkultúrát, főleg az a kedvenc. Azt tudod, melyik a legjobb túra, nem? Hát, hogy recsárt a derekamba egy porc! Azért fáj a derekamba! Köszönjük, hogy ismét minket választottak, hogyha még esetleg segíthetek valamiban, akkor hagyd még itt. További jó percizés, köszönjük szépen! Mind a három személy, aki mellettem ül, az egy hatalmas kezdeményező abban, hogy ez a csapat, ez a madarasi csapat létezhet. Hogy alakult ki, hogy indult el, kit kérdezzek erről? Miért lett Madarason csapat 2023-ban? Vagy miért pont 2023-ban? Röviden, tömören. Én meglátásom szerint előbb nem lehetett volna, mert nem voltak meg hozzá a kellő emberek.
most, ami a legfontosabb, Puskának volt a legnagyobb szerepe, az én meglátásom szerint. Ő, hogyha ne legyen, akkor most sincs. Összeültünk egy baráti társaság, és elbeszéltük, hogy miért nincs madarasa. És mondtam, azért nincs madarasa, mert nem akarjuk. Ennyi. Tehát ezen múlik az egész. És kezdtünk beszélgetni róla, és akkor ugye én Gyergyóban dolgoztam, a gyergyói focinak a vezetője, úgy mondja jó barátom Rokai Attila, neki tudok még köszönetet mondani az egészről, mert ő mind támogatott. Gyere, csinálj, hogy hál' Istennek, hogy nagyon jó emberekkel, tehát mint Csaba, Miklós Csongi, alpolgármester, polgármester. Jó embereket sorolunk, akkor Miklós Csonginak a nevét még. Viccelek, hát, viccelek. Vannak jó emberek, Csong. De jó, hogy jó emberek. Már ennyit usztal. Jó emberek, Csongi. Csapatot megcsináltuk, már megcsináltuk, de a pályánk nem lenne, ha Csaba és a családja nem lenne. Tehát nem csak Csaba, az egész családja. Az édesapjától, a testvérén keresztül, a fiaig, a felesége, aki az egészet elviseli. Tehát mindenki, sőt, tehát nagyon-nagyon-nagyon rossz részt vallanak az egészben. Tehát amikor meglátott a reggel jön Csaba vonalazni, és meglátott a pálya állva názva, és a haja égnek áll az egész, és mi mosolygunk, és ember, hogy az ilyen pálya nem lehet focizni. Amúgy a vonalat nem voltak annyira brutálisak, de elgondolkozol rajta, hogy jön egy olyan bíró, meg így se lehet, és legalább a vonal legyen jó. Járni ezelőtt sose jártam megyei meccsen, körülbelül 2-3 óra volt, amivel nem volt madarasunk csapat. Egyszerű szerintem a válasz, közösségi életérzését csináljuk mindannyian, ugyanúgy én is. Egyszerűen ugye mondjuk igen a profoci és általad, hál' Istennek most már azt lehet látni, hogy a megyei meccsen járás kicsit fel lett kapva az emberek körébe. Szerintem egy jó vasárnapi program, főleg férfi program, de nem csak. És igen, nem csak, és tényleg egy jó közösségi életérzés, egy picit az embereket egymáshoz közösségen belül és községen belül összehoz. Úgyhogy ezért csináljuk. Akkor a csapatnak a javas a lelke, mit tenne ehhez ez a beszélgetés? Az jut eszembe, szól a telefonom, és azt mondja, hogy Csaba, lennél-e partner abba, hogy csináljuk meg a csapatot? Mondom, ott túl, ez nem kérdés. És akkor úgy elindult egy beszélgetés, és íme itt vagyunk. Tehát ez, én azt mondom, hogy történelmet írtunk. Ennél több nem kell. Nekem ami tetszett az egészben az, hogy nem az van tényleg, hogy meccs közben vannak hibák, vannak dolgok, meg kell beszélni, lehet szidni egymást, de meccs után, amikor az öltözőbe bementem, ha valaki beszélt, a tisztelet meg volt feléje, síri csend volt, a többi hallgatta. Ez a legjobb játékosnak járó díjacska, ilyet még máshol nem találkoztam, úgyhogy engem meglepetésként ért az, hogy tudtatok újat mutatni nekem, úgyhogy ehhez csak gratulálni tudok. Egy ilyen Puska nevű embere a faluba, legyen egy ilyen Csabi, most ugye én is Csabi vagyok, nem csak azért dicsérlek, hogy kellnek az ilyen emberek, úgyhogy minden faluba ezt kívánjuk, és köszönöm szépen még egyszer a meghívást. És még egy ilyen alpolgármester kívánni magunknak. Az alpolgármestert és innet üdvözöljük. És ő, amit még őt elfelejtettük, de ő, amit dolgozik csendben a hátul. Igen, köszönjük a drónfelvételeket az alpolgármester úr. És a polgármester úrnak a sepergetést. És a választásokon reang, ne szavazzatok.